Mindenkit sok szeretettel köszöntök a most induló Python programozás című videósorozatban. Ez a sorozat azok számára készül, akik még csak most ismerkednek a programozás alapjaival, vagy munkájukhoz, kutatásukhoz, szükség lenne a számítógép programozására, de még nincsenek meg a szükséges alapismereteik hozzá. Kezdő programozóknál nagyon gyakori kérdés, hogy milyen nyelvet válaszunk. Sok programozási nyelv létezik, mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai. Biztos, hogy az lenne az ideális, ha több nyelvet használnánk. Ezért csak bátorítani tudok mindenkit, hogy ne álljon meg az első nyelvnél, amit megismer. El kell azonban fogadnunk, hogy mindenek előtt a szilárd alapok megszerzésére kell törekednünk az elején, és a rendelkezésünkre álló idő is korlátozott. Kezdőknél nagyon fontos szempont az is, hogy a választott nyelv jól olvasható szintaktikájú, valamint a nyelv használatához szükséges programozási környezet ingyenes és könnyedén összeállítható legyen. Még sok más szempontot is figyelembe véve úgy gondolom, hogy a Python mindezeknek eleget tesz, és egy könnyen tanulható, de mégis hatékony programozási nyelv a kezdők számára. A Python egy általános célú, dinamikusan fejlődő programozók, mérnökök és kutatók körében egyre népszerűbb programozási nyelv. Népszerűsége többek közt annak köszönhető, hogy nagyon összetett feladatokat is könnyen meg lehet vele oldani, és viszonylag gyorsan bele lehet tanulni, egyszerűen telepíthető, számos, nagyon kényelmes keretrendszer áll rendelkezésre. Szokás mondani, hogy ez a nyelv olyan, amit pár nap alatt megtanulunk, és egész életünk során használunk. Mire is tudjuk hát használni a Python tudásunkat? Webfejlesztés, asztali alkalmazások és GUI fejlesztés, tudományos és numerikus számítások, gépi tanulás, beágyazott fejlesztés és télinformatikai programozás is elérhető a segítségével. A webfejlesztés és asztali alkalmazások vagy grafikus felhasználói interfészek programozása klasszikus szoftverfejlesztői ismeretek. Sokan ezért kezdenek el Python tanulni. De ezen túl még igen sok területen tudjuk használni a Python nyelvedeit, az egyik ilyen a tudományos és numerikus számítások területe, rengeteg ingyenes programcsomag van, amikkel igen komoly feladatokat oldhatunk meg a számítógépünkön. A gépi tanulás és mesterséges intelligencia is erősen támogatva van, gondoljunk csak a Google TensorFlow könyvtárára. De az igazán népszerű Raspberry Pi miniszámítógép is Python segítségével programozható. Végül pedig, akik térbeli adatokkal dolgoznak, azoknak lehet igen hasznos az ingyenes QGIS térinformatikai programcsomag, amihez modulokat Python nyelven írhatunk. A csatornán az utolsó négy témakörrel szeretnénk majd később foglalkozni, ezért is kezdünk el ismerkedni a Python nyelvvel, hogy mint ugródeszka belevethessük magunkat a segítségével az érdekes mérnöki vagy tudományos feladatok megoldásába. A Pythonnak jelenleg két stabil verziója van, a régi, hosszú támogatást élvező kettes sorozat és az új évek óta fejlesztett, modernebb hármas verzió. A 2.7-es változattal befejeződött a 2-es sorozat fejlesztése. A 3-as fő verziószám pedig arra utal, hogy a Python 3 inkompatibilis a 2-vel, ezért nem mindegy, melyiket válasszuk tanulásunkhoz. Mi a videósorozatban a 3-as modernebb verzióval foglalkozunk. Most, hogy sikerült a nyelv iránt felkelteni az érdeklődésünket, nézzük meg, hogyan telepíthetjük Windows és MacOS platformokon a programozási környezetet. Írjuk be a böngészőbe a Python kulcsot, és az első találatra klikkevel látogassuk meg a python.org weboldalt. Itt töltsük le a Python 3-as főverzió aktuális telepítőcsomagot a számítógépünkre, majd indítsuk el. A telepítő elején válasszuk ki, hogy a Windows környezeti változói közé vegyük fel a Python könyvtárat. Adjuk meg, hova szeretnénk telepíteni a Python, majd indítsuk el a telepítést. A telepítés végeztével nyissunk egy parancsablakot, és kérdezzük le a Python verzióját. Ha a képernyőn megjelenik a válasz, akkor sikeres volt a telepítés. Írjuk meg az első programunkat, indítsuk el a Python értelmezőt, és írassuk ki a képernyőre a Hello World üzenetet. Második lépésként válasszunk kódszerkesztőt. Hosszabb távon jó választás lehet az atom ingyenes, nyílt forráskódú, szöveg és forráskód szerkesztő a macOS, Windows és Linux operációs rendszerekre. Hasonlóan jó választás az Atom mellett a Visual Code szerkesztő, amit a Microsoft fejleszt. Én kezdőknek jó szívvel ajánlom a Sublime Text 3 kód szerkesztőt, amit a letisztult szép design és a hatékony eszköztár jellemez. Az alapdolgokon kívül mint szintaxis kiemelés, kódblokkok összetyukása és nyitása, készíthetünk benne makrókat és snippeteket is, amik mind a programozási folyamatot hivatottak felgyorsítani. A UI teljesen minimalista, a program nem próbál tolakodó lenni, mondhatjuk azt is, hogy nem állít akadályt a kód és közénk. Töltsük le operációs rendszerünkre a Sublime Text Editort, és a Tour menüpontban válasszuk ki, ha szükséges, a Build rendszerek közül a Python-t. Írjuk meg a Hello World programunkat, majd Ctrl plusz B billentyűvel fordítjuk azt le. Ha megjelenik az ismerős szöveg az alsó kimeneti képernyőn, minden készen áll a Python elsajátításához. MacOS rendszeren a legegyszerűbben a Homebrew csomagkezelő segítségével telepíthetjük a Python-t. Ezért, akiknek még nincs telepítve a Homebrew, az látogasson el a weboldalra, és másolja ki az installáláshoz szükséges skriptet, nyissunk egy terminál ablakot és futtassuk. Majd adjuk ki a brew install python3 parancsot, erre a csomagkezelő letölti a szükséges fájlokat gépünkre. Kérdezzük le gépünkre telepített Python 2 és Python 3 rendszerek verziószámát. Ha minden rendben van, töltsük le, ha szükséges, a Sublime 3 kódszerkesztőt, és állítsuk be a Python 3 build rendszert. Ehhez látogassunk el a github és az ott írtaknak megfelelően először másoljuk ki a konfiguráció sorokat, majd a kódszerkesztőn belül hozzunk létre egy új build rendszert. Másoljuk be az utasításokat, és mentsük el a fájlt. Hozzunk létre a tesztelésre egy hello.py fájt és a Githubról másoljuk be a Python verzióját lekérdező és képernyőre kiíró kódot. A command plusz b hatására 2.7 verziót kapunk, mert alapból ez az alapértelmezett Python build system, de ha átváltunk Python 3 build rendszerre, akkor már a frissen telepített Python 3 rendszerrel dolgozunk. Oké. Okay. Minden készen áll, hogy megtanuljuk a Python alapjait, kezdjünk is hozzá, de már egy másik videóban. Köszönöm, hogy most is velem voltatok, és ha tetszik az, amit csinálunk itt a csatornán, kérlek, ezt valamilyen módon fejezzétek ki az oldalunkon. Köszönünk mindent nektek, sziasztok!